játékosnak a dán kupában. Ez egy nagyon szép játék volt, és tiszta dobóhelyzet, aminek az a vége, hogy De Jong Lee jöhet a tranzíciós játék, Edwin Ellisnek pedig kipattan a kezéből, de gyanítom nem volt igazán jó a passz. És aztán egy gyors Griffin szóló, egyébként Iván, azt nem szeretem, amikor tucat számnak, vagy tucat légiósok veszik el a magyarok elől a lehetőséget, mert ha jó légiós van, az rendben van. Aris tovább, Gabrics. Az igen, megcsinálta a dobócser, nagyon nehéz labdát kapott, közben Griffin már elől, lepasszolja, és bent is van. Gabrics pedig mutatja, hogy még szerinte oda is jót kérnie, hiszen 31-31-et követően, most 39 a játék. Krnyánszki még, jön Gabrics, hogy de nagy labda, az igen. Azért Gabricsnál álljon meg egy szóra, Hughes összeszedi, Gabrics vissza Hughesnak, jön Griffin második hullámban, kipasszolja Gabrics, bedobja a triplát. De az előző évadot Rényes Kosztán játszik kifejezetten jó. Ellingsfeld ezt most kihagyja, és Gabrics került a földre azért, mert Green megüt. Van 13 perc ebből a meccsből. Gabrics. Aris vissza megint Gabrics, csak az előbb onnan bedobta, és most is bedobja a horvát játékos. Egymás után két tri. Bőven van még idő támadásban. Aris, dobócsel. Vissza Gabricsnak, most a másik 45 fok. Ja, onnan is bedobja. Három triple egymás. Hughes, gyorsan kilépett, hogy ne legyen három másodperc. Gabrics bedobja az újabb három pontost, immár a negyedik tripláját. És akkor alapvonalról dobhat Griffin. Krnyánszki nem kapja meg, Gabrics szintén, nem nagyon lehet kinek beadni. Gabrics a sarokból bedobja! Atkinson egész egyszerűen nem...